elhatároztam, hogy várni fogok. A parkba vezető utcán mentünk, ahol folyt egy kis patak keresztül, és most az esőtől sokkal több volt benne a víz, mint általában. És akkor azt mondta, nézd papa, a patak! Emlékszel? A patak Dániában. A duzzasztó gát. Jette, a 10 éves kislány, elveszíti 6 éves öccsét, Emilt. A veszteséggel és az elmúlással szembesülve a gyermek próbálja felfogni a felfoghatatlant. Az értelmezhetetlen gyász feldolgozását a felnőttek hallgatása, félelmei, hárításai tovább nehezítik számára. Jens Raschke, Alszanak a halak című monodrámája 2012-ben elnyerte a Mülheimi Gyerekdarab Fesztivál fődíját. A művet a Móricz Zsigmond Színház színművésze, Pregicer Fruzsina állítja színpadra, a főszereplő Friedrich Noémi. Nagyon köszönöm a színházamnak, hogy ezt a bizony kockázatos projektet bevállaltam, mert tudom, hogy nagyon érzékeny témát pendítek meg, de meggyőződésem, hogy beszélni kell erről, mert az összes elfojtott gyász és ezzel kapcsolatos élmény, amit az emberek szőnyeg alá söpörnek, annak nagyon rossz következményei lesznek. Egészségileg, lelkileg, érzelmileg, tehát ezt muszáj kezelnünk. Élünk és meghalunk. Ez egy része a halál az életünknek. A Jettét alakító színművész a próba folyamatok alatt a magánéletében is szembesült a veszteség érzésével. A bőrömön éreztem, hogy milyen az, amikor egy pici gyerekkel ezt meg kell osztani, és ő ezt hogyan éli meg, hogyan reagálja. Nyilván egy nagyon jó dolog volt, hogy itt volt ez a darab nekem is, és egy kicsit így fejbe kólintott, hogy ne kövessem el ugyanazt a hibát, amit mindenki elkövet, hogy úgy teszünk, mintha ez nem lenne. Félünk tőle, egy félelmet gerjesztünk saját magunkba is, és ezáltal a gyerekbe is. Nagyon nagy missziónak gondolom ezt a darabot. Muszáj, hogy felnyisson szemeket, és az emberek így észrevegyék, és így a fejükhöz csapjanak, hogy tényleg, erről nem így, és nem ez szabad. Friedrich Noémi játékát Olajos Gábor zenei aláfestése teszi érzékletesebbé. Az előadásra a felnőtt nézők mellett kiskamaszokat is várnak az alkotók. A színdarab megtekintése után rendhagyó módon szakemberek által vezetett beszélgetésen is részt vehetnek a nézők. Az Alszanak a halak című monodrámát november 2-án, halottak napján láthatja először a közönség a Művész Stúdióban.